Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Torna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Közel 300 millióval támogatják a pécsi céget, a munkahely megőrzést segíti a kormány. Megépülhet az új közforgalmi kikötő Mohácson, a kormány szándékában áll a plusz forrás biztosítása. Teljesen átalakul a felnőtt képzés, a vállalati igények és a digitális ismeretek nagyobb hangsúlyt kapnak. Élénkül a kereslet, többen vennének balatoni ingatlant. Közel 300 millió forintos támogatást kapott az a pécsi autóipari beszállító cég, amelyik fejlesztéseivel munkahelyeket tart meg a Baranyai megyeszékhelyen. Az erről szóló okiratot nemrég vették át Budapesten. A versenyképesség növelő támogatási programban résztvevő vállalatok beruházásaikkal már az új világgazdasági korszakra készülnek, mondta az átadónak külgazdaság és külügyminiszter. A támogatói okiratot vette át a pécsi telephelyen működő Honza Kft. Ügyvezetője a Külgazdasági és Külügyminisztériumban szerda délelőtt. A cég új üzemcsarnokot épített a Baranyai megyeszékhelyen, valamint új technológiák alkalmazásával növeli termelését. Ezt támogatja a magyar kormány közel 300 millió forinttal. A koronavírus járvány miatt jelenleg a kapacitásunk 20%-án működünk, ennek ellenére nem bocsátottuk el a munkavállalóinkat. A magyar kormány támogatásával meg tudjuk őrizni a munkahelyeket, illetve technológiai fejlesztést tudunk megvalósítani, ami további hozzáadott értéket jelent a termékeinknél. Autóipari beszállítóként a járművek csomagtartóinak szerkezeteit és egyéb belső elemeket állít elő a német-kínai vegyes vállalat. Most 564 millió forintos beruházásukhoz 282 millió forint állami támogatást kaptak. A terület országgyűlési képviselője szerint 2015-től látványosan fejlődik Pécs gazdasága. A 2015-ben történt kormányváros megállapodás keretében, amikor is a Modern Városok programja elindult Pécset, és Pécs újraiparosítását tűzte ki Orbán Viktor miniszterelnök úr célként magunk elé. Ennek a programnak a következménye az, hogy a pécsi vállalatok újabb és újabb fejlesztéseket realizáltak. Ennek köszönhető, hogy 5-6 milliárdról 9-10 milliárdra nőtt Pécs iparűzési adóbevétele az utóbbi 4 évben, Hoppár Péter szerint. Az államnak támogatnia kell azokat a cégeket, amelyek munkahelyeket tartanak meg fejlesztéseikkel a vírusjárvány idején is, mondta a miniszter. 150 milliárd forintból gazdálkodhatunk akkor, amikor a vállalatoknak támogatást nyújtunk. Összesen 806 vállalat nyújtotta be a pályázatát, 806 vállalat összesen 377 milliárd forintnyi beruházást vállalt. Tehát Magyarországon a következő hónapokban 377 milliárd forintnyi beruházás fog megtörténni. Én ezt azt gondolom, hogy nyugodtan sorolhatjuk a kisebb csoda kategóriájába. A fejlesztéseknek köszönhetően 143.618 munkahelyet sikerül megvédeni. Ehhez a kormány 178,5 milliárd forintnyi támogatással járul hozzá. Szerdán 3 cég vehette át a támogatási okiratát a minisztériumban Budapesten. Tilos alkoholt fogyasztani Szekszárd utcáin. A város önkormányzatánál helyi rendeletet alkottak erről, mert a hajléktalanok folyamatosan a közterületeken isznak, és egyre többen agresszívak is közülük. A városban május óta működik a probléma megoldásán dolgozó akciócsoport, akik folyamatosan egyeztetnek az érintett hajléktalanokkal is. Tél vége óta okoz gondot Szekszárdon, hogy egyre több a hajléktalan. Ezt mondja Gyurkovics János, a város alpolgármestere, aki egyben annak az akciócsoportnak is a vezetője, amit még május közepén a jelenség megoldására állítottak fel a városban. Az akciócsoport munkájában a közterület felügyelők is részt vesznek, akik a probléma megoldásán együtt dolgoznak a helyi rendőrkapitányság egyenruhásaival és szociális munkásokkal. A munkacsoport tagjai nem csak egymással, hanem az utcákon élőkkel is egyeztettek már több alkalommal. Ennek pedig pozitív és negatív tapasztalatai is vannak. A hajléktalanok között ugyanis vannak, akik semmiféle együttműködésre nem hajlandóak, hiába kínál nekik segítséget az önkormányzat. Sajnos ezekből az emberekből kerülnek ki azok, akik már nem csak a lakosságra, hanem önmagukra is veszélyesek, agresszívek. Ezt támasztja alá a Rákóczi utcába történt késelés is.
Hatalmas vértócsa nyomai az egyik panelház előtt. Április végén itt szúrt nyakon egy hajléktalant a szintén otthontalan társa. Szekszárdon ez volt az elmúlt időszak legbrutálisabb rendbontása, ami a hajléktalanokhoz köthető. De a kisebb-nagyobb gondok napi szinten jelen vannak a városban. Az üzletek tulajdonosai szerint például nem ritka, hogy a hajléktalanok a boltok elé piszkítanak. Gyurkovics János szerint a problémát rövid távon nem lehet megoldani, mert a rendőri jelenlét ugyan visszatartja a rendbontástól a hajléktalanokat, ám amint az egyenruhások elmennek egy-egy helyszínről, a gondok újra elkezdődnek. Az önkormányzatnál ezért most megtiltották a közterületen való alkoholfogyasztást. Azt akarjuk elérni, hogy a közterületeken ne legyen csoportosulás, a közterületeken ne legyen alkoholfogyasztás, mert ezzel is gyakorlatilag irritáljuk a lakosságot, és hát a megfelelő mennyiségű alkohol elfogyasztása után bizonyos személyek akkor nem tudnak a megfelelő formában viselkedni. Így tehát, aki mostantól közterületen alkoholt fogyaszt, az szabálysértést követel. A munkacsoport tagjai nem csak ezzel a rendelettel próbálják felszámolni a hajléktalanok rendbontásait, hanem további megoldásokon is dolgoznak. Mohács nagy álma valósulhatna meg azzal, ha a közeljövőben egy közforgalmú kikötő létesülne. A konténerek és darabáru rakodására alkalmas új kikötő beruházásának részét képező költségek az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program pályázatának elnyerése óta megnövekedtek, de az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása szerint a kormány szándékában áll a plusz forrás biztosítása. A magyar kormányzatnak a szándéka csatlakozik az uniós elképzelésekhez. Az uniónak az az elképzelése, hogy a közúti áruforrazást folyamatosan csökkentse és visszafogja, és átterelje a nagy tömegű áruszállítását vasútra és vízi közlekedésre. Várhatólag szankciókat is fog majd alkalmazni a közúti áruforrazásnak a korlátozására, és akkor lesz meg a mohácsi kikötőnek az igazi létjogosultsága. Mohácson jelenleg is üzemel kikötő, ahol mintegy 500 ezer tonnás éves forgalmat bonyolítanak le, és 2007 óta itt vámolják el a Dunán az EU-ba érkező árukat. A tervezett konténerek és darabáru rakodására alkalmas új közforgalmú kikötő létesítésére IKOP pályázati keretből már nyert Mohács csaknem 5 milliárd forintot. A beruházási költségek azonban időközben megnövekedtek, és jelenleg 7,5 milliárdos nagyságrendben kapott a város közbeszerzési ajánlatokat. Kaptam egy kis támogatást, egy impulzust a ITM-ből, az Innovációs és Technológiai Minisztériumból. Több tárgyalást folytattam velük, és úgy néz ki, hogy a kormány szándékát fejezi ki a tekintetben, hogy a plusz forrást hozzárakja. Ennek a dokumentációit készítjük most elő, egy új megvalósíthatósági tanulmánnyal szeretnénk alátámasztani ennek az előterjesztésnek a létjogosultságát, és várhatólag a szeptemberi kormányülésre ez be is fog kerülni, reményeim szerint a kormány támogatását bírva ezt a kikötőt meg fogjuk tudni építeni. A három hajóállomásosra tervezett létesítmény több mint 300 méter hosszú partfallal épülne meg, és a kikötőt megfelelő vasúti csatlakozással és 20-40 lábas konténerek mozgatásához szükséges darurendszerrel is ellátnák. Így a baranyai és a dél-dunántúli régió vállalkozásai könnyebben juttathatják majd el termékeiket a világpiacra. A beruházás nyomán egyébként 15-30 új munkahely is létrejöhet a városban. 2020. szeptember 1-től a legtöbb OK és szakmát csak iskolai rendszerű képzésben, azon belül pedig csak nappali vagy esti tagozaton lehet majd megszerezni. Az úgynevezett részszakképesítéseket viszont csak iskolarendszeren kívüli tanfolyami formában lehet majd elsajátítani, amiért fizetni kell. A szakemberek azt mondják, ezek a változtatások lehetővé teszik, hogy a képzések gyorsabban reagáljanak a munkaerőpiac igényeire. A felnőtt képzésben a jövőben a digitális kompetenciák fejlesztése is nagyobb hangsúlyt kap majd. Online kapcsolódtak be a résztvevők a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara legutóbbi rendezvényébe, ahol a szakemberek a felnőtt képzés változásait vették sorra. Súlyog Tamás felnőtt képzési szakértő azt mondja, éppen ez, vagyis a digitális oktatás előretörése várható a jövőben. Jól mutatta ezt az iparkamara online konferenciája is, amit közel 100-an követtek nyomon. A digitális kompetenciák fejlesztésén, valamint az új munkaerőpiaci igényekre rugalmasan és gyorsabban reagáló képzések megjelenésén túl egyéb változások is várhatóak a jövőben a felnőtt képzésben. Az egyik fontos változás, hogy kevesebb úgynevezett alapképzés lesz. Ezekre majd ráépülnek olyan szakmai képzések,
speciális képzések, amik viszont nincsenek bent ebben a jegyzékben, tehát nem jegyzék szerinti képzések. Majd ezek a nem jegyzék szerinti képzések, illetve az alapképzésekben benne foglalt úgynevezett részszakképesítések lesznek azok, amelyeket a felnőtt képzés fog majd végezni. Áprilisban a járvány miatt teljesen leállt a felnőtt képzés. Tolna megyében is közel 100-an vártak arra, hogy levizsgázhassanak. Ám azóta enyhítettek a szabályokon. Mostantól a felnőtt képzésben lehetőség lesz kontaktórák megtartására és szakmai vizsgák megszervezésére is. De 65 év feletti tanárok nem taníthatnak és vizsgákat sem vezethetnek. Ez komoly gond lesz az iparkamara Tolna megyei elnöke szerint, mivel a vizsgáztatók fele az idősebb korosztályhoz tartozik a megyében. A felnőtt képzés az a jellemző, hogy inkább az idősebb korosztályú tanárok vannak ebben a képzésben. Hát ez gondokat fog jelenteni. Tehát valószínűleg, hogy már be kell indítani az osztályokat, annyi tanárra, vizsgáztatóra nem tudunk biztosítani, amennyire szükség lesz. Fischer Sándor abban reménykedik, hogy június 20-án a válsághelyzet kiiktatásakor ezt a korlátot is megszüntetik. A képzési rendszer átalakítása a szakképző intézményeket is érintette. A technikumokban, így a Szekszárdi Szakképző Centrum Ady Endre Szakképző Iskolájában is új képzésekkel várják a diákokat. Szeptembertől teljesen megújul Magyarország szakképzési rendszere. Tolna megye legnagyobb szakképzési iskolája is készen áll a megújuló technikumi képzés változásaira. Közlekedési, gépész, villamos és informatikai terület, valamint a szolgáltató ipar szakképesítése is sajátíthatóak el az intézményben. 11 technikumi és 7 szakképzői ágazatból választhatnak a diákok. Az Adiban a technikumi képzések nyilván két részre oszthatóak. A Tolna megye és a Szekszárdi Szakképzési Centrumnak a legnagyobb iskolájáról beszélünk. Itt mindig is megszokott volt az, hogy széles a szakma választék és a szakma kínálat, és az elvárás is az irányunkból, azt gondolom. A megye meghatározó szakképző intézménye vagyunk, tehát nekünk utat is kell mutatnunk, nem csak szakképesítést kell adjunk a diákoknak. Más iskolából érettségi után érkező diákok, illetve akik nem az adott szakirányból érkeztek, a technikumi képzést 2 év alatt végezhetik el. Ám akik az Ady Endre szakképző iskolába jártak, az érettségi után 1 évvel már kezükben tarthatják szakképesítésüket. Ez azokat érinti majd, akik nappali tagozaton szeretnének tovább tanulni. Azonban a rendszer lehetőséget ad arra is, hogy munka mellett rugalmas keretek között szerezze meg az ember a szakképesítését. Ez főleg a szolgáltatóipari képzéseknél jelentkezik. Fodrászoknál és kozmetikusoknál már most is nagy az igény arra, hogy ne csak nappali képzésben legyenek a tanulók foglalkoztatva. Egy-egy tanuló, vagy akár néhány tanuló is végezhet szakképesítést úgy, hogy megjelennek a tanórákon, akár a nappali képzésben is egy-egy órán, egy-egy fontosabb tartalomnál, és a képzési szakaszok így lerövidíthetőek. Korábbi tudásuk beszámítható, tehát jóval rövidebb idő alatt szerezhetik meg a megfelelő szakképesítést, megfelelő szakképzettséget. Az iskola palettáján szereplő képzéseket a munkaerőpiac igényeinek felmérésével alakították ki. Olyan gyakorlati helyeket biztosít az intézmény a tanulók részére, amelyek több esetben is hosszú távú munkaszerződést ajánlanak fel a diáknak tanulmányai befejezése után. Juhász Gábor igazgató az iskola szlogenjével zárta a beszélgetést. Mi nem tanulókat képezünk, hanem újabb mestereket. Csak nem 420 millió forintból épült meg egy teljesen új vendégház az Ősdráva látogatóközpont mellett. A Baranyai Szaporcán pénteken adták át az épületet, amely összesen 50 fő befogadására alkalmas. A Kolokán szálló az idei nyártól mintegy 900 négyzetméteren várja a látogatókat. Egy teljesen új vendégház épült a Baranya megyei Szaporca külterületén. A Kolokán szálló az Ősdráva látogatóközpont közvetlen szomszédságában kapott helyet. Az idei nyártól közel 900 négyzetméteren várják itt a természetbarátokat. 100%-ban a magyar kormány finanszírozásával megvalósulhatott a téri ödön programból egy 50 fő befogadására alkalmas turista szállónak a megépítése, 11 szobával, amiből 2 apartman, 3 hatágyas szoba és az összes többi pedig 4 ágyas szoba. Az épületben emellett kialakítottak egy társalgót és egy tágas étkezőt is. Minden szobát korszerű fűtési és hűtési rendszerrel szereltek fel. Az ünnepélyes átadó rendezvényen Nagy István agrárminiszter úgy fogalmazott, a minisztérium célja, hogy jobbá és kényelmesebbé tegyék a látogatók számára a természetben eltöltött időt. Hozzátette, a kormány kiemelt jelentőségű ügyként kezeli a turistahelyek megújítását, így közvetve támogatják hazánk természetvédelmi oktatási helyszíneit.
Térjődön Nemzeti Turistaház Fejlesztési Program révén az igazgatóságok szálláshelyének fejlesztésére, korszerűsítésére az elmúlt 3 év alatt csaknem 500 000 forintot fordítottunk. A ma felavatott Kolokán szálló is ebből a keretből valósulhatott meg, csaknem 420 millió forint értékben. Az ünnepségen Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 2030-ra hazánk a legélhetőbb országok közé tartozzon. Ehhez hozzátartozik a természeti kincseink védelme és megismerése is, így teljesen átalakult a turistaházakhoz, természetjáráshoz való viszony kormányzati szinten, tette hozzá. Több mint 120 turistaház újult meg az elmúlt 10 évben, épült 41 néhány új kilátó, és másik 41 néhányat sikerült felújítani. És ha azt látjuk, azt nézzük, akkor a látogató központoknak a nézőszám, akik jegyet vettek a látogató központban, az elmúlt 10 évben kb. 70%-kal növekedett az adatok szerint. Az eseményen elhangzott, már a vendégház nyitása előtt foglaltak szállást. A nyár folyamán mintegy 400 gyermeket fogad a Kolokán szálló, akik a vándortábor program keretében látogatnak el térségünkbe. Június 15-ével megkezdődik a Centrum parkoló felújítása, adta hírül közleményében a pécsi önkormányzat. A parkoló fejlesztési projekt része az ifjúsági ház felújítása is, ennek a munkálatai már tavaly szeptemberben megkezdődtek. A terület részleges lezárásra kerül, így a gépjárműveknek ideiglenes parkolót alakítanak ki az Ipar utcában. A két belvárosi beruházás összesen 1,1 milliárd forintba kerülnek, amit pályázati forrásból fizet a pécsi önkormányzat. Javában folynak a munkálatok az egykori ifjúsági ház épületén Pécsett tavaly szeptember óta. Új szintet is kap az önkormányzat ingatlan, ahol irodákat alakítanak ki pályázati forrásból. Jelen pillanatban 50%-os készültségen áll az IA épületek a felújítása. A vállalkozási szerződés 700, netto 720 millió forintnál került megalapításra, vagy úgy került megkötésre. Tervezetten 2020. szeptember közepén kerül elkészítésre az IH épülete. Összesen 1900 négyzetméter irodahelyiséget építenek meg. Ezeket egy licit eljárás során adja majd bérbe a pécsi önkormányzat. De nem csak az IH épülete, hanem a mellette lévő centrumparkoló is megújul 390 millió forintból. A munkálatokat június 15-én kezdik, és két ütemben újul meg a terület. A délről a főbeközlekedési út megnyitása megmarad, innentől a keleti oldal lezárásra kerül, a nyugati oldal, az uzerékos nyugati oldal ugye továbbra is használható marad. A keleti oldal ugye lezárása helyett az ipari úton, a Bokáccsó, régi Bokáccsó területén, ugye ideiglenesen kialakításra került egy parkoló. A Centrum parkolót jövő év április elejéig újítják fel. A keleti felét elsőként, majd a nyugatit, így 252 jármű beálló kerül kialakításra. Mellettük elektromos töltőállomásból összesen 4 lesz a beruházás után. Parkosítani is fognak a területen. Ideiglenesen a volt Bokáccsó helyén 160 autót tud parkolni, díj ellenében. Kivétel a bérletesek, akiknek nem kell majd itt fizetniük. Felújítják a bátaszéki uszodát. A létesítményt 12 éve adták át, azóta pedig nem kellett hozzányúlni. A városüzemeltetési cég vezetője azt mondja, most úgy terveznek, hogy újabb 15 évig biztosan ne legyen gond az uszodával. Március 16-a volt a vallakat a bátaszéki tanúszoda ajtaján. Bár az úszásoktatás és az edzések elmaradtak, nem néptelenedett el az intézmény. A város ezt az időt egy jelentős korszerűsítésre fordította, kiküszöbölve egy komolyabb állatkárosodás létrejöttét. Papp Péter, a városüzemeltetést végző Bátkom Kft. Igazgatója azt mondta, 15 évre gondolkodtak előre, így minőségi anyagokat használtak fel a munkák során. Komoly munkálatok folytak több millió forintos értékben. A medencetereknek a felújítása, amely egy teljesen új fugázást jelent, ami hát a 12 éves hát használat alatt igen elhasználódott. És a nagymedencének a felújítása meg is történt, már azt gondoljuk, hogy teljesen megfelelő minőségben, olyan anyagokkal,
amelyek a mai műszaki színvonalnak megfelelőek. Emellett a szivattyúk, a vízgépészeti berendezések és az elektromos eszközök korszerűbbé tétele is megtörtént. A leállás jelentősebb bevételi forrás kiesést is jelentett. Pap Péter azt mondja, arra törekszenek, hogy ne kelljen az önkormányzatnak plusz forrásokat biztosítani az uszoda működtetésére. A most elvégzett rekonstrukció megközelíti a 40 millió forintot, mely a város költségvetését terhelte. A koronavírus járvány miatt a közelmúltban alig volt mozgás a balatoni ingatlanpiacon, az utóbbi hetekben viszont megélénkült a kereslet a tóparti ingatlanok iránt. A vásárlók általában a 2-3 szobás lakásokat, házakat keresik, átlagosan 30-50 millió forintért, de 100 milliós ingatlan is gazdára talál a magyar tengerpartján. Nőtt a kereslet a nyár közelettével a balatoni ingatlanpiacon. Boldizsár Balázs tapasztalata szerint az elmúlt 3 hétben határozottan megindult az élet, azonban a koronavírus járvány miatt az előtte lévő 6 hétben elcsendesedett az értékesítés. Azok az emberek, akik ráadásul beragadtak lakásba, vágytak kifelé, és a Balatonnak azt gondolom egy következő reneszánsza fog következni. A vásárlók minden ingatlan típust keresnek a Balatonnál, mondta Boldizsár Balázs. Nagy a szórás, azért azt kell mondjuk, hogy ahogy korábban is a 10-15 millió forintos kis olcsóbb, egyszerűbb felújításra váró régebbi épületektől egészen akár a több százmilliós ingatlanokig is minden jelen van a Balatonon. Természetesen inkább azt mondanám, hogy a jellemző árkategória az inkább talán az ilyen 30-50 millió forintos volumenek között mozog. Az ingatlanok árai nagyban függnek a felszereltségüktől, állapotuktól, és attól, hogy mennyire frekventált helyen találhatók. 30 millió forintért már viszonylag jó állapotú, ilyen 70, akár 80 négyzetméteres nyaralót is lehet kapni, de természetesen, hogyha ettől nagyobb ingatlanban gondolkodunk, vagy jobban felszereltebben, annak az ára is érthetően emelkedni fog. A déli parton továbbra is Siófok a legnépszerűbb, de Balatonföldváron, Balatonlellén, Balatonbogláron és Fonyódon is keresik az ingatlanokat. Főként belföldi vásárlók érdeklődnek a nyaralók apartmanok iránt, mondta Boldizsár Balázs. A közelmúltban jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, hogy a Pécsi Tudományegyetem Szent Ágota János Kutatóközpont vezetésével jön létre a Nemzeti Virológiai Laboratórium, melyet Jakab Ferenc professzor virológus szervez és irányít majd. A kormány a következő 5 évben 18 nemzeti labort hoznak létre, az erre szánt 90 milliárd forintból idén 14 milliárd felhasználását tervezik. A Szent Ágotai Kutatóközpont virológiai laboratóriuma jelenleg komoly hatóanyagvizsgálatokat végez. Ez jelenti már meglévő, valamint újonnan létrehozott hatóanyagok vizsgálatát. Egy ismert gyógyszer eredeti alkalmazásától eltérő új terápiás hasznosítása sok előnnyel jár. Egy ilyen termék bevezetésének idő- és költségigénye, valamint kockázata is jóval kisebb, mint ami egy új hatóanyag innovációjával kapcsolatban felmerül. Ezek a gyógyszerek már ott vannak a patikák polcain, kis túlzással ezt lehet mondani. Tehát ha bármelyik hatékony lesz, akkor azonnal klinikai vizsgálatokba lehet bevonni, ami egy sokkal jobban felgyorsítja a klinikai alkalmazás folyamatát. Az újonnan szintetizált hatóanyagoknál ez egy hosszabb folyamat, viszont ott is nagyon sok ígéretes eredményünk van. Reméljük, hogy ott is lesz olyan hatóanyag, amit a későbbiekben valamilyen új gyógyszerfejlesztésre tudunk alkalmazni. Jakab Ferenc óriási elismerésnek tartja, hogy az új Nemzeti Virológiai Laboratórium központja Pécsett a Szent Ágotai Kutatóközpontban lesz. Az új intézmény vezetője egy országos hálózat létrehozását tervezi, ahol többek között szegedi, budapesti és debreceni szakemberekkel dolgoznak majd együtt. Nyilván a téma adott lesz, tehát az új, illetve az újra felbukkanó fertőző betegségeknek a kutatása, és elsősorban olyan hatóanyag tesztek, vakcinafejlesztések, projektek indítása, ami egy mostanihoz hasonló járványnak már egy felkészülése lehet. Azt gondolom, hogy ezzel a Nemzeti Virológiai Laboratórium programmal most a hazai virológiai kutatás újra az aranykorát érheti, és újra egy olyan nagy tőkeinjekciót kapott, amely nagyon fellendítheti a hazai virológiai kutatásokat. Bízunk benne, hogy ez így is fog alakulni. Jakab Ferenc hozzátette, hogy a projekt során az utánpótlás nevelésre is nagy hangsúlyt fektetnek majd, azaz meg szeretnék teremteni annak a lehetőségét, hogy legyenek olyan új, képzett, fiatal virológusok, akik
folytatni tudják majd a mostani szakemberek munkáját. Vakcinát fejlesztenek közösen az osztrák és a magyar szakemberek a koronavírus ellen. Ausztriában egy biotechnológiai cég fejleszti ki az oltóanyagot, amit Pécsen a Szent Ágotai Kutatóközpontban tesztelnek majd, hogy tényleg védettséget ad-e a COVID-19 ellen. Jelenleg még a folyamat elején állnak, leghamarabb jövőre készülhet el a vakcina prototípusa. Osztrák és magyar szakemberek összefogásából születhet védőoltás a koronavírus ellen, tudtuk meg a Pécsi Kutatóközpont virológusától. A vakcina előállítását Ausztriában végzik, a tesztelések pedig a Baranyai megyeszékhelyen zajlanak majd. A laboratóriumi kísérletek már megkezdődtek a külföldet az osztrák partnernél, és természetesen azt is folyamatosan tartja a kapcsolatot. Elsősorban itt mi a következő in vitro, illetve állatkísérleteket fogjuk elvégezni a Szent Ágota János Kutatóközpontban, amikor majd oda kerül a sor. Azonban erre még hónapokat kell várni. Valószínűleg nem ebben az évben kerülhet kész oltóanyag az orvosokhoz ebből a kutatásból. Ez nem egy gyors vizsgálat. Körülbelül 2021 környékére tervezzük azt, hogy az első preklinikai vizsgálatokat el tudjuk kezdeni, és utána annak fényében és annak tükrében meglátjuk, hogy tudunk tovább menni. Ez azt kell tudni erről a vakcina fejlesztésről, hogy ez egy modern harmadik generációs úgynevezett alegység alapú vakcina, ami tényleg felveszi a versenyt a jelenleg folyamatban lévő vakcinafejlesztési projektekkel szerte a világon. Olyan fehérjéket juttatnak majd az emberi szervezetbe, amelyek kiválthatják az immunválaszt. Így védett lesz a beoltott egyén a koronavírussal szemben. A tervek szerint a prototípus gyártása is megkezdődhet jövőre, a pécsi kutatók sikeres teszteléses vizsgálata után. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátra levő részében. Kihasználták az idős férfi hiszékenységét, háromszor lopták meg a sértettet az elkövetők. Kerékpáros sisakot kaptak, baleset megelőzési akciót tartott a rendőrség. Motoros balesetek, minden évben történnek tragédiák Tolna megyében. Legyen fit a nemzet, ingyenes edzések várják a mozogni vágyókat. Háromszor hitt a tolvajoknak, háromszor lopták meg azt az idős pécsi férfit, akit tavaly áprilisban kerestek fel az elkövetők. A 93 éves sértett segíteni akart, ezért engedte be a lakásba, előbb a fiatalabb, majd később az idősebb nőt. Közel 1 millió forintja bánta a hiszékenységét. Az ügyészség a napokban emelt vádat az esettel kapcsolatban. Ebben az egyetem közeli utcában csöngetett be a 93 éves sértetthez a 19 éves nő azzal, hogy diák és albérletet keres. Az idős férfi, bár nem volt kiadó szobája, segíteni akart és behívta. Az étkezőben ültette le, míg a konyhába ment papírért és ceruzáért, hogy leírják, mit szeretne a nő, amit kitesznek a lépcsőházba. Az étkezőben volt a sértett pénztárcája, amelyből a nő 11 ezer forintot elvett ez alatt. Másnap azonban felhívta a bácsit, elismerve a lopást. Megbánta és hajlandó visszafizetni. Ezért még aznap ismételten megjelent a lakásban, bement az idős férfihez, a pénzt átadta, és miközben telefonálást színlelt, az alatt megnézte, kifigyelte, hogy az idős bácsi hova teszi a megtakarított pénzét. Ekkor kihasználta, hogy a sértett nem figyel oda, ezért a megtakarított pénzből 600 ezer forintot ellopott. Néhány hét múlva újra telefonált, megint megbánás színlelve. Azt ígérte, hogy az édesanyja visszaviszi az ellopott pénz felét. Az idős férfi hitt neki, és az anyját beengedte a lakásba másnap. A nő rosszul létre panaszkodott, vizet kért, és még a bácsi ezt teljesítette, a maradék pénzét is elvette. Így összesen 900 ezer forintot loptak el a lányával együtt. A cselekményük a kifosztás büntetének a megállapítására alkalmas, ennek a büntetési tétele 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés. Kifosztás és nem lopás, mert koránál fogva védekezésre képtelen személy ellen követték el. A 43 éves anya és 20 éves lánya ellen az ügyészség a járványügyi helyzet miatt bevezetett új jogszabály alapján tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalára tett indítványt a bíróság felé. 1 millió forintot lopott egy 17 éves nevelőintézetben élő fiú. A rendőrök elfogták, de a bíró nem látta indokoltnak a letartóztatását. A fiú ezért visszatérhetett a társadalomba, ám néhány nappal később újra lopáson kapták. Legalább 4 újabb besurranás írható a számlájára, börtönbe most sem került.
Videón, ahogy a rendőrök elfogják a 17 éves besurranó tolvajt, egy nő jelentette fel, akinek a lakásából táskát, pénzt és mobiltelefont lopott. A rendőrök a lopástól számított néhány órán belül elfogták. A 17 éves fiú a bűncselekményt nem ismerte el, azonban arra magyarázatot adni nem tudott, hogy a mobiltelefon hogy került hozzá. A fiú az elfogás előtt mindössze egy héttel ugyanígy kihallgatáson vett részt, akkor rengeteg készpénzt találtak nála egy utcai igazoltatás során, amiről nem tudta megmondani, hogy honnan szerezte. Kiderült, hogy 1 millió forintnyi készpénzzel, valamint számára nem az ő tulajdonában lévő aranyékszerekkel sétált az utcán. Ekkor kollégáim elfogták, és ellenőrzése során kiderült az is, hogy körözték, mert megszökött a szexádi nevelő otthonból. A fiút a bíró egyik esetben sem tartóztatta le, ezért az egy hét alatt elkövetett több bűncselekmény ellenére is szabadlábon védekezhet. Közel kétszer annyian adtak vért a koronavírus járvány idején Tolna megyében, mint az azt megelőző időszakban, így nem okozott fennakadást a vérellátásban, hogy a munkahelyekre, iskolákba és sokszor még a művelődési házakba sem lehetett szervezni véradást. A véradó szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt Tolna megyei szervezete új helyszíneket keresett, a véradók pedig jöttek és segítettek. Legutóbb Bonyhádon a Székelyházban várták a véradókat. Testhőmérsékletmérést, kézfertőtlenítést és egy előzetes kikérdezést követően lehetett belépni a Bonyhádra szervezett véradásra. A koronavírus járvány miatt számos biztonsági előírást vezetett be az Országos Vérellátó Szolgálat. A feltételek közül a legfontosabb, hogy nem adhat vért az, aki egy hónapon belül ki volt téve koronavírus fertőzés veszélyének, ismert koronavírusos személlyel találkozott, esetleg a vírusfertőzés tüneteit észlelte magán, vagy a fertőzést kimutatták nála. Az is az egyik óvintézkedés, hogy a dolgozók maszkot és kesztyűt viselnek, és másfél méteres távolságot kell tartania mindenkinek a véradás helyszínén. A véradók pedig folyamatosan érkeztek Bonyhádra. A legtöbben már sokadszorra nyújtották a karjukat. Stein Ferenc például 56-szorra adott most vért. Azt mondja, katonakora óta jár véradásra. Jól esik adni, így van. Bonyhádon ezúttal a Székelyházba települt ki a vérellátó szolgálat. Pászti Vera, a vérellátó vezető főorvos azt mondja, ez az egyik új helyszín, ahova sikerült megszervezniük a véradást. A koronavírus járvány miatt ugyanis számos településen nem csak munkahelyekre és iskolákba, hanem művelődési házakba sem kaptak engedélyt a véradás lebonyolításához. Ennek ellenére sikerült biztosítaniuk a megfelelő mennyiségű vért. Tolna megyében ugyanis kétszer annyian adtak vért ebben az időszakban, mint korábban. Egyensúlyban volt az igény és a rendelkezésre álló vérkészítményeknek a mennyisége, hiszen a kórházak is kevesebb vérkészítményt használtak. Véradó pedig a várthoz képest több jelentkezett, úgyhogy nem tudom, talán mert otthon voltak, jobban ráértek meg. Talán ez a veszélyhelyzet egy kicsit ráirányította a figyelmet a segítségnyújtás fontosságára. Az enyhítő intézkedésekkel párhuzamosan a Tolna megyei Balassa János kórházban is megindul lassan az élet. Elvégzik az eddig elhalasztott műtéteket, így itt is számítani lehet arra, hogy több vére lesz szükség a közeljövőben. Ezért újabb és újabb véradásokat szerveznek, amikről az OVS honlapján lehet tájékozódni. Biciklis sisakot osztottak a rendőrök a kerékpárosoknak Szekszárdon. Néhány óra alatt több tucat ilyen védőfelszerelést adtak át a pünköst hétfőn az egyenruhások. A rendőrök így akarták felhívni a kerékpárosok figyelmét arra, hogy egy balesetnél a bukósisak életet menthet. Egyenruhás rendőr inti le a bicikliző családot. Szokatlan látvány, de ami ezután következett, az sem volt átlagos jelenet. A családtagi ugyanis bukósisakot és láthatósági mellényeket kaptak a rendőröktől. Jó sokat szoktunk biciklizni, és szeretek biciklizni, és a sisakok pedig nagyon tetszenek. Tolna megyében tavaly 59 biciklis baleset történt, idén május végéig pedig már 10. Most volt olyan kerékpáros, aki azt mondta, néhány hete őt is majdnem elütötték. Itt kb. Egy másfél hónapja itt a sportcsarnoknál a gyalogátkelőjén megálltam, megállt a külső sávba az autó, hogy átjövök a sportcsarnoktól errefelire. Igen, ám csak a belső sávba az autó meg nem állt meg, ami jött a sorompó felől. Szóval egy szerencsém volt, hogy nem indultam el, mert máskülönben elgombáz. Végül ez a férfi is kapott sisakot és mellényt is a rendőröktől. Az akció célja az volt, hogy felhívják a kerékpárosok figyelmét arra, hogy egy esetleges balesetnél a bukósisak életet menthet.
Ennek az egésznek a lényege az, hogy a biztonságos közlekedésre sarkaljuk a kerékpárosokat is. Ennek az akciónak a keretében a mai napon Szekszárd belterületén, illetve Szekszárd környéki településen munkatársaink kerékpáros bukós sisakokat osztanak azoknak az állampolgároknak, akiken nincsen sisak. A rendőrök néhány óra alatt összesen több tucat sisakot, mellényt és kerékpárlámpát osztottak ki Szekszárdon. Kiemelten figyelnek a rendőrök a motorosokra a nyáron. A rendőrségnek az a tapasztalata, ha beköszönt a jó idő, a közlekedők nagyobb sebességgel hajtanak, és gyakran a közlekedési szabályokat is figyelmen kívül hagyják. A halálos motoros balesetek zöme egy gyors hajtás vagy egy rosszul kiszámított előzés miatt szokott bekövetkezni. Idén április végén történt az első halálos motoros baleset Tolna megyében. Egy motoros Nagydorog irányába tartott, egy kanyarban azonban letért a menetirány szerinti jobboldali útpatkára, majd onnan egy fásrészre hajtott, ahol elesett. A motoros másnap a kórházban belehalt sérüléseibe. Tavaly pedig Zombán halt meg egy 49 éves szekszárdi motoros a 65-ös úton. A tragédiát valószínűleg az okozta, hogy több autót is megelőzött egy keréken haladva az emelkedő úton, és elvesztette az uralmát a jármű felett. Nyáron megszaporodnak a motoros balesetek. A rendőrségnek az a tapasztalata, ha beköszönt a jó idő, a közlekedők mintha elfelejtenék a télen berögződött óvatos sebességválasztást. Lendületesebben nagyobb sebességgel közlekednek, és gyakran a KRESZ szabályokat is figyelmen kívül hagyják. Elfeledkeznek arról, különösen a könnyű és erős járműben ülők, hogy őket nem védi a karosszéria. Legjellemzőbb szabálysértésük az a gyorshajtás, illetve előfordul olyan is, amikor a motoros úgy akar a közlekedésbe részt venni és kibújni az esetleges rendőri ellenőrzés alól, hogy a motornak a rendszámát leveszi vagy felhajtja, illetve nagyon sok esetben történik meg az, hogy záróvonalon, forgalom elől elzárt területen hajtják végre az előzést. Az autósok annyit tehetnek a balesetek elkerülése érdekében, hogy gyakrabban figyelik a visszapillantó tükrüket, és ha a motorosok haladnak mögöttük, akkor jobbra húzódnak, így segítve az előzésüket. Tavaly egyébként 28 sérüléses és 2 halálos baleset történt Tolna megyében, amikben motorosok voltak érintettek. 2020-ban eddig 7 motoros baleset történt. Közeledik a dínye szezon, azonban az időjárás nem kedvez a gyümölcs beérésének. A fagyok, a jégeső, az alacsony hőmérséklet gondot okozhat a gazdáknak. Erről kérdeztük az ormánsági termelőt, aki szerint idén sem kell kevesebb dínyével beérnünk Baranya megyében. Ormánsági dínye kóstoltatás a pécsi Kossuth téren. Tavaly júliusban készültek ezek a felvételek. Az idei dínyeültetvények az időjárásnak megfelelő állapotban vannak jelenleg, mondja a termelő. A mostani hűvösebb éjszakák egy kicsit visszafogták a területeket, de növényvédelemmel egy gondos kezelésre ezek pillanatokon belül visszafordíthatók. Nem látok olyan problémát, hogy itt akár kevesebb vagy rosszabb minőségű dinnye lenne Baranyában, mint ami szokott. Az áprilisi fagyok után a palánták 20%-át érte kár. Ezek helyett ültettek másikat a termesztők. A jégeső sem okozott kárt a növényben, mondja Horváth Béla. A szüretre azonban még várni kell. A mostani állapot, én gondolom, úgy gondolom, július elején, június vége, július eleje az első dinnyék meg fognak jelenni. A dömping az én úgy gondolom a július 10-e, amikor már nagyobb mennyiségben fog megjelenni az ormánsági dinnye. Egy hónap múlva tehát indulhat a kifejlett dinnyék begyűjtése. Addig azonban még sok munka van hátra. A szabadföldi állományt ezen a héten ültetik ki a dinnyések, hogy a következő hónapokban mézédes termést hozhassanak. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon krónikát. Teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Elektroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Elektrolit Kft. Minden, ami villanyszerelés.
Kiránduló időt hozott a pünköst hétfő a Balatonnál, sokan sétáltak, sportoltak, pihentek a tónál. Ahogy az elmúlt hosszú hétvégén, úgy nyáron is, főként a belföldi vendégekre számítanak a szálláshelyek, de augusztusra már külföldről is érkeztek a foglalások. Sétáltak, sportoltak, pihentek a Balaton partján a vendégek pünköst hétfőn. Ez a család Gödről érkezett a hosszú hétvégére. Mint mondták, örültek, hogy végre kimozdulhattak a koronavírus járvány enyhítő intézkedéseinek köszönhetően. Mi 70 napot többnyire otthon voltunk, tehát betartottuk ezeket az ilyen korlátozó intézkedéseket, tehát csak a legszükségesebb dolgok miatt mentünk ki, de itt van egy nyaralónk, meg én Balatonfüredről származom, úgyhogy így most már nagyon vártuk, hogy ki lehessen mozdulni, de azt a 60-70 napot azért rendesen kibírtuk otthon. A hétvégi borongósabb, csapadékos idő után pünköst hétfőn igazi kiránduló időjárás várta a turistákat Szamártiban. Jókat teszünk, sétálunk, élvezzük így a szabadságot, a napsütést, telefonozunk a kanapén ülve, igen. Sokan választották a Balatont pihenésül a pünkösdi hosszú hétvégén. Ebbe a Zamárdi Hotelbe a pünkösdi hétvégére főként párok érkeztek, ellenben a korábbi évekkel, amikor inkább családok. A forgalom azonban elmaradt a tavaly ilyenkori teltháztól, mondta a szálloda kommunikációs és marketing vezetője. Kis Anna Mária kiemelte viszont, hogy a nyári foglalások biztatóak. Az augusztus most sokkal népszerűbb egyébként, mint a nyár első fele. Nyilván itt a kockázatok minimalizálása, tehát én úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy szerepet játszik. Úgyhogy bizakodóak vagyunk a nyárra tekintve. Hála Istennek már megvan egy szép 60%-os alapfoglaltságunk, és akkor gyakorlatilag bízunk benne, hogy a szabályok egy kicsit enyhülnek, tehát nem kell emiatt kapacitásokat kihasználatlanul hagynunk, és reméljük, hogy akkor így a bevételek valamilyen szinten az év második felében tudnak realizálódni, hogyha nem is teljesen, de azért valamilyen szinten mindenképp. Ahogy az elmúlt hosszú hétvégén, nyárra is főként belföldi vendégek foglalnak szállást, augusztusra viszont már külföldi foglalások is érkeznek ebbe a szállodába, főként a szomszédos országokból. Szabját, sisakot és kályhadarabot is rejtett a föld Őrtilosnál. A település határában állt a 17. század második felében az Zrínyi újvár. Ennek egykori kútja rejtette a több száz éves tárgyakat. A vár fontos szerepet töltött be a török elleni háborúban, de védte Zrínyi Miklós birtokait is. Volt egy legenda, miszerint a várvédőket bosszúból a kútba dobták bele, és igazából így álltunk neki a kutatásnak. Teljes emberi csontvázakat nem találtunk, de néhány csontmaradványt, igen, néhány emberi csontmaradványt. Úgyhogy így mondjuk azt, hogy félig meddig igaz a legenda. Valószínű, hogy az ostrom után visszamentek, és kiszedték az elhunytakat, és valahol eltemették. A várvédők eszközeit, fegyvereit azonban a Zrínyi újvár kútjában hagyták, így ezt a szabját és ezt a gyalogsági sisakot is mutatja Varga Máté régész. Zrínyi Miklós egyetlen magyarországi vára 1661 és 64 között állt a mai Őrtilos határában. Az erődítmény nem csak az országot védte a töröktől, hanem Zrínyi muraközi földbirtokait is. Lehetőleg egy támaszpontot adjon elsődlegesen Kanizsa felszabadítására. Azon kívül innen indította Zrínyi Miklós a híres téli hadjáratát 1663-64 telén. Valóban innen indult a Kanizsa felszabadítása 1664 nyarán, majd a sikertelen kanizsai keresztény ostrom után ide vonultak vissza a császári hadak, akkor még Monte Cuculé Zrínyi vezetésével. 1664 júniusában három heti ostrom után azonban a Zrínyi újvár is elesett. És amikor elfoglalták a várat, akkor gyakorlatilag a földdel tették egyenlővé az ott lévő épületeket, lerombolták, felrobbantották, és ugye ott volt egy nagy lyuk, a kút, ami 15 méter mély volt, és abba elkezdtek beleszórni mindenfélét, gyakorlatilag gerendákat, itatóvájút, különböző famaradványokat, és hát minden kerámia, állatcsont, vastárgyak, kisebb tárgyak, ezek mind előkerültek a kútból. A vár pontos helyét az 1980-as években határozták meg, a tényleges feltárás viszont csak 2006-ban kezdődhetett meg. A munkában részt vett a Zrínyi Miklós
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Zala és a Somogy megyei múzeum is. A kút feltárása 2017-ben indult, rekonstrukciója közelmúltban fejeződött be. Az onnét előkerült leleteket most dolgozzák fel Kaposváron a Riprunai Múzeumban. A szakemberek abban bíznak, hogy a nagy közönségnek egy kiállításon is bemutathatják a Zrínyi Újvár megmaradt emlékeit. Összetartozás 100 folk körbetáncoljuk a Kárpát-medencé címmel indult a közelmúltban kezdeményezés a néptáncos berkekben, amelynek az volt a célja, hogy június 4-ére a Nemzeti Összetartozás napjára emlékezve mutassák be zenéjüket, táncaikat az adott tájegységen élők. Somogyból több együttes is csatlakozott a felhíváshoz. Zselici viseletben helyi ritmusokra táncolt Horváth Tibor és Zóka Éva. A Zselic Tánc Együttes művészeti vezetői gyermekeiket is bevonták a produkcióba. Családilag táncoltunk, illetve hát a Zalán volt a zenészünk, és hát a Szennai Skanzenben azt gondolom, hogy ez nagyon szépen sikerült is. Mint mesélték, egyértelmű volt, hogy csatlakoznak a felhíváshoz, s videón örökítik meg a zselici táncokat. Az országban nagyon jeles képviselői a néptáncnak csatlakoztak már, és mi is úgy gondoltuk, hogy innen Somogyból mindenképpen ezt megtesszük, és a somogyi táncanyagot, viseletet ezzel próbáljuk úgymond egy kicsit népszerűsíteni. A Gencsapáti Hagyományőrző Néptánc Együttes és az ELTE Szavária Egyetemi Központ Szökős Néptánc Együttes kezdeményezésére indult a felhívás, hogy Trianon 100. évfordulóján a népi hagyományok bemutatásával emlékezzenek a magyarság szétszakítására és a ma is őrzött folk örökségre. A Somogy Tánc Együttes néhány tagja somogyi muzsikára, somogyi friss és lassú csártást, üveges és kanásztáncot járt a Riprunai villánál. Természetesen nem csak a mai Magyarország területéről vártak ilyen anyagokat, hanem a történelmi Magyarország területéről, és ahogy én néztem, készült egy térkép ehhez. Ahogy én néztem, nagyon sokan küldtek Erdélyből, Vajdaságból, Szlovéniából, Felvidékről, Kárpátaljáról, úgyhogy több mint 300 anyag érkezett be. A pár perces videók által pedig megmutatják a Kárpát-medence népzenéjét és néptáncait, amelyeket még ma is őriznek határon innen és túl. A higiéniai szabályok betartásával rendezték meg szombaton a Sofianet slalom versenyt. Az egésznapos megméretetésen 10 kategóriában versenyeztek a pilóták. Az idei első slalom versenyre több mint 100 nevezés érkezett. Rép Fannit eddig kézilabda mérkőzéseken láthatta a közönség, most azonban egészen új oldalát mutatta meg. A kozármislenyi nevelésű játékos, testvére Rép Krisztián navigátora. Építjük most, az elmúlt egy évben került úgy, hogy most akkor nekiállunk, hogy egy Rally 3-as autó legyen belőle. Hát szeretnénk majd indulni vele, hát majd kiderül, hogy mi sikerül. A szlalomversenyek mindig népszerűek a pilóták körében, hiszen technikás pályán tesztelhetik gépeiket. A szlalombajnokság első fordulóján a versenyzők 10 kategóriában mutatták be tudásukat. Végre szlalomverseny van, ez az első fordulója mind a mi bajnokságnak, mind a Dunántúli szlalomkupának. Hát és ki volt éhezve mindenki már erre a versenyre, ez bizonyítja azt, hogy 108 nevező érkezett hozzánk, körülbelül 105-en el is rajtoltak. Jó az idő, sok a néző, jó a hangulat, úgyhogy minden adott egy jó versenyhez. A szervezők hosszabb, gyors és technikás pályát jelöltek ki az első futamon. Volt szerintem egy kicsit gyors a szalomhoz képest, de hát legalább lesz egy kis tempó, igyekszünk, következő jobb lesz. A következő szlalomfutamot augusztus 29-ére tervezik, de a helyszín még meglepetés. Bárki ingyenesen kipróbálhatja a konditermi edzést egy minisztériumi pályázatnak köszönhetően. A Fit Egészséges Nemzetért tárt kapus program célja, hogy megmozgassa a magyarokat. Az egyik kaposvári konditeremben is lehetőség nyílik így módon a sportolásra.
A tártkapus program célja, hogy azokkal is megszerettessék a mindennapos mozgást, akik eddig esetleg még nem próbálták ki. De olyanok is vannak, akiknek már van tapasztalatuk a konditermes edzést illetően, viszont személyi edzővel mindez idáig nem dolgoztak együtt. Most azonban szeretnék személyre szabni az edzéseiket. Jártam terembe edzeni, viszont személyi edzővel még nem. Úgyhogy így örülök neki, hogy tud mutatni új feladatokat is, új gyakorlatokat, és tényleg meg tudja mutatni, hogy ha valamit nem csinálok helyesen. A pályázatnak köszönhetően mindenki ingyenesen megtapasztalhatja és kipróbálhatja a termi edzéseket személyi edző segítségével. Nem kell más tennie, mint előzetesen időpontot egyeztet a konditerem közösségi oldalán. A fontosság az elsősorban az, hogy a lakosoknak azon része is kipróbálhassa a termi edzést, akinek esetleg vagy nem telik rá, vagy nem ez az elsődleges szempont, hogy edzőterembe járjanak, és nagyon remélem, hogy ezzel talán egy kicsit a mozgáshoz meghozhatjuk a kedvüket, illetve egy kis örömet okozhatunk nekik azzal, hogy betekintést nyerhetnek a termi edzésbe is. Az ingyenes edzés nem csupán azok számára lehetőség, akik korábban nem jártak konditerembe, hanem azoknak is, akik anyagilag nem tehetik meg, hogy személyi edző segítségét kérjék. Nagyon megörültem neki, mert egy személyi edzés azért lehet nagyon drága, és plusz meg ki kell fizetni az edzőtermi bérletet, és szerintem így, hogy kedvet kapunk hozzá, talán még lehetőségünk is lesz rá utána, hogy erre költsünk valamennyi pénzt. A kedvezményes akció 20 héten át tart heti rendszerességgel előre egyeztetett időpontokban kislétszámos csoportokkal. A szakemberek abban bíznak, hogy a résztvevőket nem csupán a program idején látni majd konditeremben, hanem később a mindennapi életük részévé válik a mozgás. Ennyi volt már a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!